Én megint szarrá lettem nullázva, úgy érzem. Előző részben is épp csak bekopogok egy ajtón, köszönök, válaszolnak is. Erre ott van a hátabban két szörnyike, és azt vettem észre, hogy meghalok. Az egyik lelőtt, a másik pedig belém baszott két embereset. Jó van. Jó van, játszhatunk így is. Faszopó. Itt azokat a nagy gyökereket viszont skippelem. Nem utogass, buzi. Ezeknek a faszfejeknek meg három ütés kell, hogy leszteggereljük őket. Nagy embert itt viszont most hagyom. Ó, ez épp hogy nem ért el. Láss, hogy gyökér, ide gyere utánam. Ugyanígy basztam szét a no PvP-be egy gyereket. Csak akkor volt nagy a pofája, amikor hárman voltak ellenem. Amúgy mindig menekült. Utána pedig mentem szétbasztam egy mobot, közben annyira szartam rá. És így random egy ilyen lendületes vágással őt is megöltem. Most pedig meg fog halni megint. Annyit pofázok. De legalább lesz Quicksilver bulletem. Még itt volt egy-két alattomos ilyen faszfej. Nem is ez ölt meg, akkor miért ennél ma a lelkem? Vérvisszhangjaim. Ez például olyan furán van itt megoldva. Gyere már, te retkes tepsi. A kurva anyádat már... Mi a faszom van nálad amúgy? Hát, nem. Erre nem tudok már mit mondani. Kurva anyád. Most lövöldözzé, te tahó. Mennyi idióta ember van itt? Over here, jó, ennyi meg faszfej, ne sürgessél. Rühellem, hogyha sürgettek, pláne amikor a vécén ülök. Jó, oké. Ahogy szoktam mondani, majd ha ráérek, elhiszem. Nem is ütött. Nevetséges.
Na szóval emberek, az előbb valahol itt haltam meg, errefelé. Ott vagy te szarházi, ott vagy. Ha, ezt itt észre se vettem. Meghalni luxus? Jó, értem én, hogy az, de... Ezt értem én, csak magasról leszorom, nem fogadom el. Ennyi. Faszfej. Cilindered is szar. Egy fos vagy, ember, fogadd el. Na igen, itt nekem rontottak egy páran. És most egyik buzi se vette el a bledek ujjaimat. Na. Csak azért, mert jól esik. Nem azért, mert annyira szükségem van már ezeket leperézni. Hagyjad már! Valaki cuppog itt. Mi az a kis buzi madár? Thick cold blood. Kici, ezek a hangok, komolyan mondom. Ez beszarok. Hova mászok föl amúgy? Mert biztos nem azokhoz megyek. Nem, azok egy kicsit ott lejjebb vannak. Na mindegy. Ez nem lift. Itt is van egy létra. Jó. Nem tudom, mi értelme van erre kerülni. Jó, nyilván azt a két nagy barmot azt túl skippeljük, de... Ott volt még egy-két csíra, akit lövöldözött rám, meg ilyesmi. Biztos, hogy oda másképp kell fölmenni, és nem itt. Várjunk csak egy pillanatot. Igen, ide ezekhez, ezekhez a fattyúkhoz. Bár megmondom őszintén, most szarok rátok. Lehet itt csak a másik irányból tudok menni a főtéren keresztül. Na mindegy, most már akkor előbb megyünk erre. Megint egy kis pofás bladekó összeget összegyűjtöttünk. Watchman of Burgenberg guards the gate with password. Sacred Edge of the Grand Cathedral. Csak ide le tudunk ugrani? Lehet, és sokra elmentem vele. Ez tipikus azoknak a favágóknak való, akik lusták használni a létrát. Jó, Quicksilver Bulletsből betárasztunk. Ja, ez itt csak simán már háztetők. Egy velege. Ezek is egyre nagyobbakat sebeznek. Pedig alig jöttünk előrébb, hogyha azt nézzük. Azok a cold bloodok viszont jók. Mindjárt menjünk ezután két buzi után is. Szép sorjába levadászok mindenkit, megígérem. Ha egy ilyen elnyújtott támadást jó beiktatni. Nem, tényleg, egyszerűen az a baj, hogy mindegyik rész ugye ugyanúgy néz ki, és hát így sose tudom, hogy éppen hol vagyok, meg hol nem. Na. Oh, jaj, mi van, megrettenti, hogy te vagy a következő?
Igen, a fegyvernek a range-ét kéne megszokni még, mert még mindig az az, ami nem megy. Úgy teljes egészébe. Tűzbe nem menjünk bele. Vagy ez itt máshova? Nem. Ez szerintem ez a rész, ez gyerekek. Azaz, ezt is sikerült, király. Igen, ez a izés rész, jó? Akkor le vagytok szarva, még egy shortcut meg van nyitva. És tényleg jól állunk már, 11600. Ebbe egy kb. 4 szintet tudunk lépni. Na ez itt viszont mi? Summon Henriet. Idézzünk be egy csajt. Nem. Én egyedül longbost, akkor is. Még egy thick cold blood. És még erre nem voltam. Na ez mi? Throat create mist cloud that prevents HP restoration. Ez meg olyasmi akar lenni, mint a... Lloyd's Talisman, Undead Hunter Charm a Dark Souls részekbe, ugye? Hát én nem tudom, mi hasznom van belőle, hogyha leugrok, hát ugorjunk le, valami csak lesz. Az esésekkel úgysem veszítünk olyan sok HP-t. Ah, ez. Black Messenger Hat. Most akkor nyer oda a főtérre is ellátogatunk, hogy ne maradjon már ki semmi. Ja, az még nem ez a rész lesz. Aha, még az az, amit ott nem tudom, hogy kell megszerezni. De hogy eddig úgy a tárgyak többségét azt megszereztem. Kaszás faszopó. Ha-ha-ha-ha! Te állat! Itt már egy komolyabb ellenállásba ütköztünk, gyerekek. Hajime! Le tudjuk ezeket is bénítani? Hát nem tudom, hogy lehet-e őket belezni is. Így mivel nem sikerült, tehát sose tudom meg. De végül is megöltük. Aha, és ezek többet is adnak, egy 500-assal. Ezek már ilyen 1200-at, jó. Aha, ez a főtér. Hát jó, akkor... Még itt. Körbenézünk. Hát igen, ezeket nem kéne úgy itt hagyni. Tök mindegy, hogy éppen most per pillanat mik vannak itt. Képű polgármester. Aha, itt többet sebzünk. Valamiért ebbe az állapotába a fegyvernek. Úgy 135 volt, itt 161. Ezekkel is olyan nagy sebészet elbánni amúgy. Megmondom őszintén, most a Dark Souls után tetszik az a játékstílus, hogy nincs pajzs meg minden. Jó, most nem azért, mert két kézbe fegyverezünk, hanem mert egyszerűen ilyen a játék.
hogy ami van egy-két pajzs a játékban, azt is hülye, aki használja. Te mi a faszom vagy? Tudtam, hogy te recskáztál itt a mikrofonba. Tudtam. Twin Bloodstone Shards. Nagyon jó, még egyet találunk, és... Vagy nem tudom, hogy... Nem, plusz 4-esre már nem biztos, hogy fölhúzom ezt a fegyót. Vagy megveszem a Kirkhammert, vagy... Hát most már kéne találni ezt a Ludwig's Holy Blade-et, de az a baj, hogy nem tudom, hogy kell. Hát az is kell valami badge, vagy... Fasz tudja. Aha, most van meg itt ez is. Azaz király, találtunk egy még jobb gemstone-t. Jó. Antidote. Nagyon királyul össze van rakva ez a játék, de tényleg. 16-24. Jelszó. Nem csak. Aha, oké, ezt akkor megjegyzem. Hogy erre még tudunk jönni. Pontosan honnan is várjunk, csak a főtérről mindenképpen. Ez nem tudom hova vezet, megmondom őszintén. Ugye Old Yharnam az már megvan, ugye így. Amerre most még ott valószínű, hogy boss lesz, mert mondom, elég komoly ellenállás volt. Ugye emlékeztet a Demon Souls-ban a Penetrator előtti vörös szemű lovag trióról. Úgy arra eszembe jut. Hát igen, itt meg mást konkrétan nem nagyon hagytunk életbe. Hát jó, akkor nincs mese, vagy... 16 ezerrel? Hát... Nem tudom. Nem tudom, gyerekek. Hát, kockáztassak? Egyen faszom, kockáztatok. Aztán max meghalok a rákba. Hát most mi a legrosszabb, ami történt, uramatyám? Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Aki látta a Brian életét, azt tudja, miről beszélek. Ez nem a mérgezésnek a jele. Bassza meg, frenzit fogunk kapni. Ne! Hú. Most egy kicsit bekakkantottam. Frenzi, nagyon nem akarom azt még most így a játék elejét. Még nem állok rá készen, még olyan fiatal vagyok, előttem az élet. És még egy rakat boss. Mert jó sok van a játékban ezekkel a Chalice Dungeon hülyeségekkel együtt, és... Még csak kettőt öltünk le. Meg hát még itt van nekünk egy nagyszerű Old Hunters DLC is. Ami 4-5 másik boss-t rejt. Hát én beszarok, hogy milyen jó ez a környezet. Komolyan mondom, beszarok. Hova jövünk már? Csessze meg. Várjátok, van egy olyan érzésem, hogy ezt viszont most már tényleg hagyni kéne, tehát... ezt úgy Old Yharnam utánra beidőzítem majd. De tudom, hogy honnan kell majd idejönni. Hogyha itt boss lesz, akkor valószínűleg egy lamp úgy is lesz. Tehát akkor innen fogok majd jönni. De 17 ezer nagyon fosok, hogy meglegyen, meg kicsit zsibbod már a bal kezem. Nem jó így. Erre még valami, rejtőzik valami súnyi fasz, nem? Keci. Ez kész. Kész ez a játék, komolyan mondom. Hova jövök már?
kicsit bebagolt, így a levegőből leütöttem. Nem tudom, hogy erre érdemes lenéznem. Megmondom őszintén, nem tudom. Ó, ott vár minket egy NPC. Vele kötekedjünk? Ez így nem lesz jó. Bazd meg, milyeneket sebez. Szarul időzítek megint. Megölni meg tudjuk szerintem viszont. Szerintem viszont amúgy különben. Bazd meg, erre elbaszom. Ó, te még meghalsz. Bazd meg. Ó, hol vagyok? Ezután szépen megyünk vissza szintet lépni, ha ezt túlélem. De ezt nem fogom túlélni, gyerekek, ezt hagyjuk egyelőre. Hát jó. Akkor ez a régió itt egyelőre off. Bazd meg már, hát nem igaz, hogy nem tudok használni egy ilyen szart. Old Hunter's Markot beraktuk ide egyáltalán? Jó. Oké. Nem szórakozunk tényleg ennyi Bladekóval. Egyszerűen ez nem állapot. Ez még kicsikét magas nekünk ez a tag. Gyógyított is, meg minden. Nem. Ezt majd később. Jelképezi, hogy erre nekünk még kurvára nem kéne mennünk. Lépünk szintet a kövő, pedig akkor megnézzük, hogy azok a frenzis idióták ott mit őriztek annyira fent. És utána pedig, tök jó, mert a játék az nem hagy minket nyugodni, amint mielőtt megölnénk egy boss, már előtte tudjuk, hogy van még két másik irány, amerre tudunk menni. Tehát ez nagyon jó. Meg még ugye vissza is kéne mennünk az NPC-kért, tehát lesz dolgom bőven. Előbb azt a boss mindenképpen le akarom gyilkolni. Azelőtt pedig mindenképpen szintet akarok lépni. Megfejleszteni a fegyót. Aha. Ja, hogy így lehet váltani. Ez mit? Na, várjunk csak. Tempering Blood Gemstone 1. Igen, ez van a Gem Imprint 1-be. Aha, az egyiket nem lehet így berakni ide. Király. ...7,3%-kal physical up at full HP. Tehát ha maximum van a HP-nk, akkor még 2,7%-kal többet sebzünk. Na, ez így már jó. Ez így már jó dolog, gyerekek. Repair-elni akartuk. Fortify-olni. Egy ilyen Twin Shard kéne. Ja, meg ezt is húzzuk. Oké, és akkor szintlépés. Ugye, ahogy mondtam, most már a skillre kéne pakolni egy kicsit. Nem olyan sokat, mondjuk úgy egy pontot. Egyet erre, egyet erre. Egyet erre, így. Jó. Kövi részbe akkor bosszolunk egyet. Addig is, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. András voltam. Sziasztok!